több mint 5 éves hagyománya van a télbúcsúztató rendezvénynek a településen. Minden évben a farsangi időszak végéhez közeledve elevenítik fel a népi hagyományt. Február 21-én a kellemetlen szeles időjárás ellenére vidám gyereksereg érkezett a Szittári kanyarához, amely kedvelt helyszíne a településen a közösségi programoknak. A bábú a tradicionális népi ünnepeken a tél, a bőjt és a betegségek megszemélyesítője volt. A babona szerint a kiszebáb elégetése megszabadítja az embereket minden bútól és bajtól. A hagyomány mentén haladva, az óvodai dolgozók, valamint a segítőkész gyerekek minden évben elkészítik a kiszebábot, amely általában szalmából készül. Majd a szertartás alatt a gyerekek sípokkal, trombitákkal, dobokkal adnak hangot szándékuknak, hogy mi hamarabb elűzzék a telet. A gyerekeket az óvónő tanította a versekre, mondókákra, rigmusokra, kiabálásokra, és a héten az ő közreműködésükkel elkészítették a kiszebábot is, amit majd meg fogunk gyújtani. Igaz, az idei tél igen enyhe volt, ennek ellenére a résztvevők kitettek magukért. Ha csak rajtuk múlott volna, már másnap igazi langyos szellő hozta volna a tavaszt. Nakon fontos szerepet tölt be a hagyományőrzés a közösség életében. Minden évben az ünnepek alkalmával követik a népszokásokat, és tanítják a fiatalabb generációnak. A rendezvény szervező művelődési ház munkatársai forró teával, forralt borral, valamint fánkkal kínálták a programra látogatókat.